Major Imre, miközben vendégeit kísérte ki, megdöbbenve tapasztalta, hogy egynapos autóját, amely még csak kipróbálása volt nála, ellopták. Nekem milyen szerencsém volt, nekem csak 3 év múlva lopták el. Mindjárt gondoltam, hogy nem az én autómról fogsz beszélni, hanem a saját. Az a helyzet, kicsi huszár, hogy tőlem egy Mercedes loptak el, tudod? Erről a kicsi huszáról eszembe jut valami. Egy napi labban megjelent egy cikk, amit hát nagyon érdekes cikk volt. Föl lehetett engem hívni különböző embereknek, és tényleg hát megvételek téged, mert minden másik telefon arról szólt, hogy Imike, tényleg, ha szólsz, már verjük pofán ezt a olvas, mert olyan kellemetlenül. És mondom, hogy az újságíró hölgynek, hogy hát ezt próbáljuk meg finomítani, és hát úgy megírni tényleg, hogy mert mi nagyon jobban vagyunk, meg minden. Most úgy néz ki, hogy visszaszólok neki, hogy írják meg úgy, ahogy volt. Nekem is ellopták a kocsit. Természetes, hát akarok én erről beszélni? Nem akarok. Csak az meg is került. Meséltem, hogy csináltam egy riportot a tolvajjal, azt most nem mondom el még egyszer. Nagyon jó pofa volt, mert rögtön azt mondta, hogy Farkasházó csináltassa meg a kuplungját, mert csúszik. Tehát tudtam, hogy ő az. És elhívtak a tárgyalásra, és én ilyen polgári perekhez voltam szokva, 4-5 ember van, és benyitottam egy terembe, és annyian voltak, mint itt a közönség, hihetetlen sokan. Az első sorban ültek a vádlottak, és utána, gondolom, a család, ilyen nagy családosak voltak, és így önkéntelenül kerestem az emberemet, és akkor így összevillant a tekintetünk, és én büszkén kihúztam magát, és a többiek elismerően bólogattak, és akkor jöttem el, hogy én voltam az ő referencia munkája. A vicc az, hogy a hír az volt, hogy ellopták a magyar autóját. Azóta 4-szer tapsoltak, 6-szor nevettek. Én úgy sajnálok, Imre. Mi van a te autóddal? Úgy iszol, mi? Na, egy ajánlat, hogy visszavásárolhatod? De. Volt egy, a fölhívott egy ember, mondta, hogy úgy gondolja, hogy ezt vissza lehetne vásárolni, nagyon helyesen beszélt, tényleg megadta a tiszteletet, minden. És akkor mondta, hogy mennyit kérne ezért, és mondta, hogy köszönöm, uram, használt autót nem veszek. Hát ő annyira kedvelt téged, hogy minden nap a te autóddal akar járni. Látod, ez eszembe. Meg ami kimaradt a hírből, én ezt nem mertem neked elmondani, igen, hogy a csomagtartóban volt ez a megjelent könyvedből pár. Lehet, hogy nem is az autó 60, kellett neki. 60 darab akkor példány volt a te könyvedből. Az autót vissza fogod kapni, csak a persze könyvet nem. Az autót eldobják, mint jó, egy rossz pénztárcát, és kiveszik a 6 könyvet. Nem, az a borzasztó, 60. Hogy egy hét múlva azt fogod mondani, hogy hát nem megy a könyv. Nem megy. Ez a... Tényleg úgy tudjuk, hogy barátkoznánk, mert hogy többször úgy előfordul, hogy együtt vagyunk. De nem. Nem előfordul, hanem eljöttök hozzánk, fölzabáljátok az egész frigidert, és baromi sokat iszol. Csak ennyiről. Ha ezt a barátkozásnak gondolod, akkor rendben van. Tartatja el a kutyákat, azért nagy dolog, az is. Tényleg szegény kutyáka, mi a jó és is. És nem is az eszem iszomról van szó, hanem a legborzasztóbb pillanat, amit tényleg átélünk, hogy amikor ez lemegy, hogy tényleg ott állunk egy vas nélkül a Henrik miatt, akkor még azt szokta bejelenteni, mint egy ilyen utolsó csapás, hogy ott is alszik. Azt mondd neki, van hogy kutyákat hogyan akadták el? Hát honnan tudja szegény? Hát gondolom úgy, hogy Föltették a kertbe a te CD-det, ami megjelent, azt is. Mert hogy a kutyák arra van, jaj. Velem úgy történt ez a Suzuki dolog, hogy a Mimi fölkeltett engem 3:30-kor, hogy a kocsink mellett ég egy kocsi, és álljak el. És én lementem, mobiltelefon meg szemüveg nélkül, nem volt kapcsolatom, nem láttam, és 3-szor végsétáltam, és nem találtam a kocsinkat. És aztán nagyon komoly szellemi munkával rájöttem, hogyha egyik kocsi se az enyém, akkor az, amelyik... Na, azt mondd meg, hogy az a pillanat milyen volt, amikor megtudtad, hogy nincs kocsid, az és leesett a tantusz. Az egy hihetetlen dolog volt. Kiengedtem az unokatestvéremet és a feleségét a házból, és azt mondta az unokatestvérem, hogy annyira jó fej vagy, hogy ezt a nagyon szép autót kölcsönadod valakinek, hogy menjen vele pár kört. És elájultam ott, hát ez semmi. Hát
Napokon belül csődbüntet gyanúsítottjaként hallgatja meg a rendőrség Schlecht Csabát. Erről az ügyészségnek is tudomása van, mivel a nyomozás fokozott ügyészi felügyelet mellett zajlik, mondta a fővárosi főügyészség szóvivője. A rendőrség szerint azzal követte el a bűncselekményt, hogy 1995-ben egyetlen napon 14 Fidesz közeli céget adott el Kaja Ibrahimnak, az eladás előtt eltüntetve azok vagyonát. Csak 6 év telt. Egy pillanat. Kell ez, hogy gyanút fogjanak. Nem sok. Szóval ez is Schlecht Csaba. Szóval várjunk még egy évet. Te ez a Schlecht Csaba, ez még nem, de... Még van egy évig, várjál már. Nem kell rögtön. Hogy nem jeepet lopott, akkor nagyon rosszul járna. Mit akkor bocsáss meg, Teddy. Nem, csak egy csiga nyomozott az ügybe, csak most ilyen Energy extrával tankolt, és attól fölgyorsult a dolog. De mondtál egy rettenetes dolgot, per elé nézünk. Na. Azt mondta, hogy Fidesz közeli cégek, egyetlen egy Fidesz közeli cég van a közért a Lendvai utcában. Fidesz közeli cég nincs, megállapított a bíróság. Nincs. De mi történhetett, hogy hirtelen most azt mondták, hogy mégis? Hát felgyorsultak az események. 2008-ban állítólag a Simicskát szembesítik a Schlechttel. 82 kaposvári katona megnyerte azt a pert, amit azért indítottak, amiért az állomány parancsnoka megtagadta a visszamenőlegesen nekik járó veszélyességi... 25-ös! Nekik járó veszélyességi pótlék... Parancsnoka megtagadta a visszamenőlegesen nekik járó veszélyességi... Az a jó, hogy most már semmit nem lehet érteni. Igen. Én nem is koncentrálok. De az a hír, hogy valaki megnyerte. Nem is értem a hírt. Mulder ügynök elvesztett valamit. Elvesztettem a fonalat, gyerekek. Na, helyzet. Jó. Kifizetését. Az a hírben. Az a hírben. Magyarázd meg, Henrik! Az a hír benne, hogy a magyar katonának jár veszélyességi pótlék. Most milyen veszélyes helyzetei lehetnek egy magyar katonának? Maximum nem ismeri fel a honvédelmi miniszter. Arról volt itt szó, ne haragudj, hogy itt volt egy katonai csoportosulás, én ezt nem tudom, hogy jár valami. Katonai szakja. Hát azért. Valamilyen ilyen ezred, vagy mi a jóisten? Klubbenszex, csiva, hát nem? Közülünk biztos, hogy te is látod a legtöbb katonát, szóval az Juci, elég legyen belőle, a gesztikulálsz mindig így csinálsz. Miért? Mert majd... Folytában ezt csinálod. Juci, ő meg... Megmaradt neked? Megmaradt, igen. Még emlékszem. Arra, hogy azért kapott... Ilyen, és a testedet. Ez milyen volt a honvédnak? A kis csoportot, a halmazt próbálom mutatni, amit... Nagy katona volt. A halmazt próbáltam mutatni. Igen. Na, azt akartam ott elmondani... Ott tartottál, húzogattad hogy... a katonának a sapkáját. Nem, hogy ezeket azért kaptak veszélyességi pótlékot, mert valami sugárzásnak voltak kitéve, magas feszültségű, nem tudom mi. És amíg mellette dolgoztak, más típusú katonák, más ilyen csoportok. Milyen műanyag katonák, vagy milyen más típusú? Más beosztásban voltak, azok nem kaptak, holott mellettük ugyanúgy sugároztak. Elmondom, hogy a Juci mit csinálsz, hogy vannak ilyen katonák, és vannak ilyen katonák. Ez tényleg ilyen komplikáltan. Milyen vagy? És most az a nyomorult, amelyik eddig nem kapott a sugárzást! Muci, de azért gondolj a civilekre is egy kicsit. Komolyan szokott. Juci, azt mondd el neked, melyik volt a legemlékezetesebb sugárzás? Az, amire úgy azt mondod, ez egy sugárzás volt. Na. Ja, mindig a jó csináljuk adunk ki.
A Como közelében élő 83 éves férfi éjnek évadján arra riadt fel álmából, hogy kísértet közeledik felé. Azonnal botot ragadott, és hogy elűzze a rossz szellemet, jól elverte a feleségét, aki fehér hálóinkben csupán az ágyba igyekezett vissza a WC-re. Óriási ötlet, és hogyha véletlenül nincs az asszonyon hálóink, utólag rá lehet adni végül is. Most képzeld el, hogyha amikor a tordján fölébred, és a hont fehér ruhában van. Danubius rádióban lehet jegyeket nyerni, de... Nem a hont viselni a tordjánékhoz. Ez egy éjszaka. Ez azt tényleg nem érte. A kórházban nem volt akkor éppen... Akkor meglátogatta. Akkor nem Marokkóban volt. Marokkóban voltál, vagy Kongóban, vagy valahol. Szegény hord meg a Kútvölgyibe járt a tordjához. Az... Mi is a különbség? Hova mész legközelebb? Mert ha akarod, én megmondom, hogy hova menj. Hova? Gondolkodom jövő hétig. A Danubius rádióban lehet jegyeket nyerni. Igen, az RTL klub. Miért? Itt is lehet, de hát ott lehet nyerni. De mi? Mi közül? Igen, van egy ilyen alkú. Hát most meséljen el ezt neked. És ezt be lehet mondani? Lehet. Miért? Mit fizet a Most Danubius? Vetted észre egy év? Nem, most már föltűnik lassan. Ják sohát És venni. Akkor meg azt, hogy a napkeltében is lehet venni, jó? Tessék, nem. Meg a új színházban is lehet venni egyet. Hát akkor... Azt miért pont? Hát, mert én meg ott dolgozom. Ja. Hát, én a madárzsban, de oda nem lehet már kapni jegyet.